Nem hiszem, hogy lenne köztetek olyan, aki még ne találkozott volna a School Merchant-tel. Tudjátok, a DBD legújabb gyilkosával. A tisztában vagyok vele, hogy mennyire negatív gondolat körülvezi Twitteren, Redditen meg igazából minden egyes platformon a chaptert, de szerintem nem olyan rossz. Jó, kövezetek meg, de szerintem jobb, mint az előző. Viszont mielőtt még tényleg elkezdenétek paradicsomokat hajítani felé, szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha kíváncsi lennél a jelenlegi kedvenc buildemre School Merchant-ön, hozzáteszem, nem vagyok vele hűde profi, és még két köröm is érdekelne, akkor tarts velem! Ugyanis ezt láthatjátok majd a Goosebump mai videójában. Mielőtt még rátérnék az említett buildre és az azt követő meccsekre, engedjétek meg, hogy szóljak néhány szót a negativitásról a közösségben. Tényleg rövid leszek. Szóval kezdeném ott, hogy minden videójátékos közösség szeret panaszkodni, és ez a Dead by Daylight-nál is nagyon szépen megfigyel. Csak viccelek. A lényeg. Mindamellett, hogy a Steam Store szerint igencsak kelendő a DLC, szeretném feltenni azt a kérdést, hogy valóban érdemes akár neked az interneten ócsárolni mást azért, mert neki szimpatikus egy fejezet? Mármint az teljesen rendben van tényleg, ha nem a te ízlésednek felel meg. Meglátásom szerint nem is való mindegyik DLC mindegyik játékosnak. Aki a pörgős menetű, darálós gyilkosokat szereti, teljesen érthető, hogyha most egy picikét csalódott, hogy nem egy ilyen gyilkos képesség került be a játékba. De ugyanez elmondható azokra is, akik ebből az egész robotszerű sci-fi témából valami teljesen másra számítottak háttérsztori vagy pedig kinézett terén. De az, hogy egyesek tényleg a sárga földig vissza az édesanyjukba küldik azokat, akiknek ez tetszik, mi? Tényleg ekkora baj? Szerencsére még egyébként nem láttam ilyen megnyilvánulást magyarul, de szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy erre felhívjam a figyelmet. Az utóbbi két DLC-t a területlefogó gyilkosok uralták. És akkor ez pedig most a nem épp boldog játékosoknak. Nagy eséllyel egy teljesen más koncepcióval fognak előállni a készítők a játék születésnapján. Most pedig rá is térhetünk a buildemre. Azt figyeltem meg, miközben tanulgattam és próbálgattam a gyilkos képességét, hogy a túlélők nagy része nagy ívben próbálja meg elkerülni az aktív drón területét. Viszont egy-egy pillanatra előszeretettel futnak bele. Illetve ha már drónok és nyomonkövetés, pörgessük százra az egészet és próbáljuk meg minél többször nyomonkövetni, hogy melyik túlélő éppen merre van. Ennek elérésében segítő első perkem pedig a School Merchant egyik sajátja, a tuák. Mikor felakasztasz egy túlélőt, a perk aktiválódik. A következő alkalommal, amikor szétrúgsz egy falat vagy raklapot, minden 32 méteres körzetedben lévő túlélő felsikít, és 4 másodpercre láthatóvá válik számodra az aurájuk. Viszont nem ártana becsempészni valami olyan pluszt is, amivel üldözés közben is tudunk valamit kezdeni. Mert hogy a School Merchant-nek nincs olyan másodlagos képessége, ami kifejezetten a kergetőzések rövidre zárásában tudna segíteni. Épp ezért van nálam egy újabb sajátossága, a Gamefoot. Amikor a rögeszméd üldözöd, a perk aktiválódik. Ha ilyenkor belerúgsz egy generátorba vagy szétrúgsz egy raklapot vagy falat, 10 másodpercre 5%-kal növelt mozgási sebességed lesz. És most tessék figyelni, mert ez is fontos rész a következő perk miatt. A Gamefootnak a másodlagos hatása, hogyha megütöd alaptámadással azt a túlélőt, akit egészen addig a legtovább üldöztél, ő lesz az újra eszme. És ugye gyilkosként szeretünk önzőek lenni. Gondolok itt arra, hogy attól még, hogy mi tudjuk a túlélők hollétét, nem biztos, hogy szeretnénk velük megosztani azt, hogy éppen mi merről közelítjük meg őket. És ebben lesz segítségemre Onitól a Nemesis. Mikor egy túlélő megvakít vagy besztanol, ő lesz az újrageszméd. De most jön a lényeg. Mikor egy túlélőről átszáll egy másikra a rögeszmeség, 60 másodpercig nem fogja hallani a terror rádiuszunkat, és a piros fényt se fogja látni, ami jelzi, hogy merre nézünk. Illetve az aurája is megmutatásra kerül számunkra 4 másodpercre.
Sűrűn fog változni a Nemesisnek és a Gamefootnak köszönhetően, hogy ki a rög eszménk? Remélem. Gonosz párosítás? Meg lehet. De szórakoztató. A nagy auraolvasó hóbortot pedig az utolsó percnél is tovább fokozzuk, Nemesistől a Little Pursuerrel. A meccs elején minden túlélő auráját megmutatja neked a játék 9 másodpercre. Illetve minden egyéb auraolvasó hatás idejét 2 másodperccel megnöveli. Azt hiszitek, hogy vége van az auraőrületnek, mi? Hát ennél nagyobbat nem is tévedhetnétek. Az Advanced Movement Prediction 6 másodpercre felfedi azon túlélők auráját, akik aktív módban lévő drónok zónájába lépnek. Míg a Brown Noise Generator meggátolja, hogy hallják a terror rádiuszunk vagy lássák piros fényünk azok a túlélők, akik egy aktív drón zónájában tartózkodnak. Mint láthatjátok, nem egy meta build. Sőt, ha olyan csapatot kapok ki, akik nagyon kenik vágják a dolgukat, akkor nagy eséllyel zokogva fogom végignézni, ahogy tébegelnek a kapuban. Na de nem mintha megtörtént volna, csak teorizálok. De ideje nekiesni az első meccsnek. Offering nélkül megkapni ezt a pályát? Ha nem hagyom elúszni a kört, egy jó meccs elé nézünk. A drónok az alsó és felső szinten is érzékelik a túlélőket, ha éppen aktívak. Úgyhogy ha körbehelyezem a főbb generátorokat, meg kéne tudjam őket fogni. Talita elment, de az egyik lodettet az addonomnak köszönhetően észrevettem. A másik pedig még mindig benszerel. Sok időt itt nem kéne eltöltenem. A lenti generátorokat könnyebben tudnám nyomás alatt tartani. Épp ezért aktiváljuk rajta a Nemesist és menjünk is a dolgunkra. Itt van Talita. Ezt a raklapot ilyen könnyen ledönteni? Én köszönöm. Elkészült már 2 generátor, de semmi gond. Nem az early game az erősségünk. Ide jöhet egy drón. És ide is. Ezzel a raklappal se kellett sokat szenvednem. Azt veszem észre, hogy nem igazán érdeklik őket a palettek, bár végül is Palette City-n vagyunk. A Gamefootnak hála pedig nem tudott még egy kört futni velem.
Jaj, szervusz! Miért mentem volna arra? Megvan a flashbanges Claudette, és még mindig az expose hatása alatt van. Na nézzük, mit csinálsz, ha nem hallod a terror rádiuszom. Na ezért. Pont ezekért a pillanatokért imádok School Merchant-tel játszani. Hát őt elvesztettük. Ó, szia! Egy kis tuak. Jaj, csak nem kifogyott a lámpa. Igen, sajnos itt már nincsen palett. Ó, igen, ez itt sajnos egyelőre egy zsák utca. Ajj, de csudi jó a fényáradat. Legalább a Nemesis miatt tudom, hogy ki a tettes. Üdv ismét, Bless My Party! És az ikrek is itt vannak. Mi kell még? Itt azért kerültem meg, hogy a másik oldalra kelljen futnia. Oda, ahol már bizony nincs biztonságot jelentő raklap. Ez még, ez szerintem is csúnya volt. Épp hogy belemegy szerencsétlen a drón zónájába, én pedig ott termek. Észrevettétek egyébként, hogy belassultak a generátorokkal? Igen, láttam, hogy itt vagy. Ja, hogy többen vagytok! Ez meg egy érdekes itt volt. Hó, a T-bag! Amúgy sem akartam felmenni, de így meg aztán még kevésbé hívogató. Az Oblivious hatásnak köszönhetem 101%-ig ezt a leütést. Claudia, nem mondták el neked, hogy a flashbanget úgy időzíteni is szokás, nem pedig csak eldobni? Gyere, téged se hagylak itt. Az most arra már egyértelmű számomra, hogy hatodik haszakad, de ők ezt a gent akarják behúzni.
Ha jól hallom, egyébként itt a másik Lodett is. Azokat a jó füleimet. Szép, behúzzák a generátort. Téged azért még szívesen elkapnálok. Egyezzünk meg abban, hogy erről nem beszélünk. Így van, arra menj, ahol már nincs saklap. A negyedik pedig már nagy eséllyel a kapuban vár. Ugye tudja, hogy itt át tudok jönni. Jaj, hogy nekem adod a toolboxod? Bocsánat, akkor nem rúgdoslak ki a meccsből. Nem sűrűn találkozok nem toxikus Lodettekkel, úgyhogy ez most kifejezetten megmelengette a szívemet. Ennek jegyében arra gondoltam, hogy a következő meccsnél egy született genya leszek, és berakok egy Midwich offeringet. Erre... Nem egy, hanem már is kettő pálya offering az enyémen kívül. Szerintem mondanom se kell, hogy nem az enyém nyert. Nem örülök annyira ennek a pályának, de csak azért, mert még nem szoktam meg az új sűrű erdős kinézetet. A házhoz mindenképp rakunk egy drónt. Szervusztok, ki lesz az első? Azt a két fa... Még én ijedtem meg. Ó, drága Henátú, az egy facsemete. Jövök már, Mikéla, nem kell kétszer szólnod. Ezt szépen visszarakjuk. Ez egy light lett volna? Pedig ott mentél el az ablak mellett. Akarok én oda menni? Azért igen, mert ha nem, akkor instant leszedik. Ez a Henátó folyton a frászt hozza rám. Ott épp bemászott valaki a fa mögé, ők pedig ott vannak. Tehát senki nem szerel. Na, veled még nem is találkoztam.
van még egyáltalán? Most tényleg a szikla körül fogunk táncolni? Ez nem a legjobb dumtek volt, amit valaha is láttam. Ez a Mikéla pedig nem túl félős. És el is vesztettem. Nem, nem, az ott az enyém. Szerintem többet ért volna, ha tovább fut, miután ledöntötte azt a raklapot. Gondoltam, mert te olyan Death Hard-os kalibernek tűntél. Itt egy pillanatra nem igazán tudtam eldönteni, hogy hova is akarok menni, vagy mit akarok csinálni. Na-na! És deaktiválta. Hello, ne ignorálj, légy szíves. Még egy lightos kolléga. Mikéla pedig nagy eséllyel jobbról jön védeni. Nem adok neked ingyen flashlight szívet, már meg ne haragudjál. Valaki már jött is volna felszedni. Még nem tudok ide drón feltenni. Átmenjek a Mikélára? Drónozni is kéne, mert hogy jelenleg egy sincs lent. Szegény lámpás barátjukat nem is segítik fel a földről. Na azért. Majdnem elhagytalak. Erről sem beszélünk. Jó, itt kialakítottak egy nagyon szép háromgent. Valahol itt van az egyik Mikéla.
És hallom, hogy itt a másik is. Megint. Unbreakable. Szép, nem számítottam rá. A Lightot pedig sikerült elfelejtenem a megdöbbenésemben. Na hajrá, Hatchet keresni! Igen, itt már sajnos nem sok raklap maradt. Itt a Hatch. Na kúsz ki, te flashlight fétises. Gyakorlatilag ez egy 4K volt, de ha ott van mellettem a Hatch, akkor nehogy már ne engedjem ki. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem sikerült alaposan bemutatnom, hogy miért is szeretem ezt a buildet, és a két kör is kellően izgalmas volt. Te milyen buildet ajánlasz Cool Merchantre? Hozd meg velünk is a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot, és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!